Szabadlábon védekezhet az a férfi, aki a múlt héten egy játékpisztollyal próbált kirabolni egy keceli cukrászdát, majd az eladóknak azt mondta, hogy csak viccelt, és elment. A férfi másnap valószínűleg megbánta tettét, fánkot és egy falevelet rakott a cukrászda lépcsőjére. Az ügyészség még vizsgálja, hogy a férfi a támadással milyen bűncselekményt követett el. Üres a keceli cukrászda terasza éppen úgy, mint múlt szerdán, amikor zárás előtt egy 47 éves szolnoki hajléktalan férfi ezzel a játékpisztollyal megpróbálta kirabolni. Egy csíkos szatyorból elővet egy lőfegyver utánzatot, a sértett asszony elmondása szerint egy fekete színű forgótáros fegyvert, majd ezt ráfogta és kérte a bevétel átadását. Az asszony annyira megijedt, hogy sírva fakadt. Az elkövető ezt látva próbálta nyugtatgatni az asszonyt, saját fejéhez is odaemelte a fegyvert, és elmondta, hogy ne ijedjen meg, ez egy játékpisztoly. Az eladó nem nyugodott meg, így mentőt akart hívni hozzá a férfi, aki később elsétált az üzletből. A cukrászda tulajdonosa csak másnap tett feljelentést a rendőrségen. A pontos személyleírásnak köszönhetően a rendőrök néhány óra alatt elfogták a támadót, az ügyészség azonban nem indítványozta az előzetes letartóztatását. Miután az eladónőkre szegezte a játékpisztolyt és felszólította őket a bevétel átadására, nyomban közölte velük, hogy ez csak egy vicc, és bocsánatot kért. Tehát saját maga döntött úgy, hogy abba hagyja a bűncselekményt. Nem más lépett közbe, ezt nevezzük önkéntes elállásnak. És önkéntes elállás esetén nem büntethető az elkövető kísérlet miatt sem. Azt viszont még vizsgálja az ügyészség, hogy ezzel a tettével a férfi milyen bűncselekményt követett el. A későbbi büntetése alól ugyanis nem mentesíti, hogy a támadás utáni reggel az üzlet vezetőjét fánk és virág várta a bolt lépcsőjén. Ezek a küszöbökre helyezett ajándékok, mint bocsánatkérés, az előzetes letartóztatást, egy tárgyát, annak indítványozását egyáltalán nem befolyásolták. Úgy tudjuk, hogy miután a rendőrség elengedte a férfit, visszament Szolnokra.